tisztelettel felkérem Ries Levente polgármester urat, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, kedves rákosmentiek, szeretettel üdvözlöm Önöket, külön nagy tisztelettel üdvözlöm erdélyi magyar barátainkat, lengyel és horvát barátainkat, testvértelepülésünk képviselőit. Alig két hét telt el október 6-a óta, amikor a magyar szabadság haláláról emlékeztünk meg, és eltelt ez a két hét, és most a magyar szabadság feltámadását ünnepeljük. Engedjék meg, hogy ennek a megemlékező beszédnek az elején Vincenti József bíboros herceg prímásra emlékezzek. Vincenti József bíboros herceg prímás egy nagyon különleges, nagyon kivételes ember volt. Egy hajlíthatatlan, erkölcseiben szilárd, semmiféle szélnek vagy alkalmi hatásnak eleget nem tevő, minden megpróbáltatást kibíró, nagyszerű ember volt. Ha kellett, akkor a náci zsarnokság ellen állt szembe, de ugyanezt tette a kommunista zsarnoksággal és diktatúrával szemben. 1948. decemberében tartóztatták le, aztán börtönre ítélték, 56-ban a forradalmi napok alatt kiszabadult, majd egy nagykövetségre menekült, és végül 70-es években Ausztriában Máriacellben élt, és 75-ben Máriacellben halt meg. Amikor őt eltemették, akkor a megemlékező beszédek egyike az úgy végződött, hogy holtában is beszél. Igen, Vincenti József holtában is beszél, az ő személyisége és egyénisége pontosan megfelel annak a szellemiségnek, ahogy az 56-os forradalmárok küzdöttek a magyar szabadságért. Az 56-os forradalmárok is hittek céljaikban, rendíthetetlenül hittek az igazságban, készek voltak harcolni érte, és készek voltak meghalni érte. És ők is beszélnek holtukban, hangjukat halljuk ma is. Voltak korszakok, amikor kevésbé hallottuk ezt a hangot, amikor nem volt olyan erős, de most tisztán és élesen hallható az 56-osok hangja. Na, nem feltétlenül csak kizárólag a nagyok hangja. Nem feltétlenül csak az írók, a költők, az akkori politikusok, vagy akár az egyetemistákról beszélek, hanem például szeretném kiemelni a munkásokat, mint a legnagyobb társadalmi csoportot és réteget, akik ennek a forradalomnak az alakítói voltak. Akik ezt a forradalmat a vállukon vitték, akik több tízezren, százezren az utcákon vonultak. Ők voltak azok, akiknek úgymond az érdekében az a bizonyos kommunista diktatúra létrejött, akikről azt mondták, hogy majd őket fogják képviselni. És pont ők voltak azok, akik a leghamarabb felismerték az igazságot, és szembe mentek elnyomóikkal. És aztán pedig az a rendszer, amely a munkások képviseletét tűzte ki célul, őket büntette a legbrutálisabban. Nem is a politikusokat, vagy talán nem is az egyházi embereket, vagy az írókat, költőket érte a legdurvább retorzió, hanem a munkásokat. Rengeteg munkást végeztek ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 56 hősei ma is beszélnek hozzánk, ma is üzennek számunkra. Elmondják azt, hogy milyen fantasztikus volt ez a 13 nap, a magyar szabadság 13 csodálatos napja. Amikor lerántották a leplet a kommunizmus bűneiről, amikor mindenki számára világossá és egyértelmű vált, hogy milyen velejéig rothadt és bűnös rendszer a kommunista diktatúra. Amikor 1945-ben véget ért a II. Világháború, akkor sokan azt hitték, hogy egy másfajta rendszer következik. Ugye Hamvas Béla azt mondta, egész pontosan, hogy 45 tabula ráza volt, letörölték a múltat a tábláról, de ahelyett, hogy elkezdtük volna építeni Isten országát, helyette megidéztük az Antikrisztust. Bizony az Antikrisztus beköltözött az életünk minden fertájába, még a házmestert is ők nevezték ki. Ez az Antikrisztus uralkodott és küldött halálba sok-sok embert. Ez az a rendszer volt, amely ellen 56 hősei fölkeltek. És kiderült az is ebben a csodálatos 13 napban, hogy a magyar nemzet egy nagyon szabadságszerető nép. Újra és újra megtapasztaltuk, ahogy 1703-ban, ahogy 1848-ban, úgy 1956-ban is, ugye minden évszázadban legalább egyszer megtapasztaltuk, ahogy ezt Faludi György egy költeményében el is mondta, hogy a magyar nem tűri a szabadságának a korlátozását. És kiderült az is,
hogy a nyugati világ, akár az amerikai, akár az európai világ passzív, kényelmes, hagyja azt, ami történik, nem lép fel a mi érdekünkben, nem tesz semmit. Camus írta az 56-os forradalom után, hogy míg a magyar mártír nemzet lett, addig a nyugati világ szépen hazamegy, fölveszi a szobapapucsát, mint egy futballszurkoló vasárnapi futballmeccs után. De azt is elmondhatom itt, az is példás sok mindent, hogy a Time magazin még 1956-ban a magyar szabadságharcost választotta az évemberének, úgy 1957-ben már Nikita Hruscsovot, aki a forradalom leverésében aktív szerepet vállalt. Nem értették azt, hogy mi az, ami történik, nem értették a magyar szabadság lelkületét, nem értették meg céljainkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a holtak, az 56-os hősök beszélnek hozzánk. Beszélnek és elmondják, hogy milyen csodálatos volt ez a 13 nap. Én amikor beszélgetek 56-os hősökkel, például rákosmenti hősökkel, mindig azt tapasztalom, azt látom, hogy amikor, még ha hajlott a koruk, még akkor is, amikor erről beszélnek, felcsillan a szemük, szinte megfiatalodnak, kivirulnak, egy fantasztikus lelki állapotba kerülnek. Igen, ez egy csodálatos pillanat a magyar történelemben. Egy olyan pillanat, ami talán a sport, egy sporthasonlattal hagy éljek, mint a magasugró, amikor föllendül és a léc fölé kerül, mintha abban a pillanatban lefényképeznénk. Ott van, abban a magaslati pontban, ott, amikor azt az akadályt, amit elétettek, az képes legyőzni, képes túlszárnyalni. Ez a pillanat 1956. október 23-a. És ezt érezni akkor, amikor az 56-osokkal beszélgetünk, és ezért engedjék meg, hogy ezúton is külön köszöntsem őket itt körünkben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ennek a napnak, ennek az október 23-ai napnak volt egy fantasztikus folyamata, amely egészen november 4-ig tartott. A magyar szabadságharc, ami október 23-án kitört, rögtön tudta azt, hogy mit kell tenni. Újra kell szervezni az országot. Gyakorlatilag egy hét alatt egy szovjet tartományból egy független, szabad országgá váltunk. Többpárti koalíció, kormánykoalíció jött létre, kiléptünk a Varsói szerződésből, Magyarország a saját útjára lépett. Mondhatni példaértékű volt az, amit egy hét alatt történt. És ez nem csak a politika szintjén bekövetkezett változás volt, hanem a mindennapi élet szintjén is, hiszen forradalmi bizottságok jöttek létre, munkástanácsok jöttek létre, amelyek a legalsóbb szintekig megszervezték az életet. Győzött a józanész, győzött az összefogás, győzött a cselekvés. A magyarság ennek jegyében, ennek mentén kezdte újra élni a szabad életét. Nem a gyűlölet vezette őket, nem a féktelen bosszúvágy, hanem hogy újra megteremtse a szabad élet feltételeit, és hogy működjön az ország. Ezekben a napokban ez egy csodálatos dolog volt, és így Magyarország újra jó irányba haladt. November 4-e gyászát a szívünkben őrizzük, de akkor sem feledjük el azt, hogy amikor Magyarország saját maga rendelkezhet saját sorsáról, akkor mindig ez a szellemiség vezeti. A magyar nemzet hangja, arról a hangról, ugye, amiről az elején is beszéltem, az nem a gyűlölet hangja, az az összefogás hangja, a cselekvés hangja. A magyar nemzet nem a diktatúra hangja, nem a pénz vagy az önérdek hangja, hanem mindezeké a fontos, bennünket összekötő értékeké. És az 56-os hősök ma is ezt üzenik, hogy közös cselekvésre, összefogásra van szükség. Most, amikor a mai világban már nem lánctalpakon kell szembenézni a hódítókkal, ma már ugye a pénzügyi világ eszközeivel próbálják az országot rabságba fordítani, akkor tudnunk kell azt, tudnunk kell kiállni Magyarországért, az, hogy Magyarországon a magyar ember legyen a legfontosabb, az, hogy amit itt ma megkeresünk, azt mások ne vigyék el külföldre, hogy a magyar nemzet igenis álljon ki saját önállóságáért, szabadságáért, függetlenségét, nem csak politikai, hanem gazdasági értelemben is. Ezt üzenik nekünk az 56-os hősök, és azt üzenik, hogy legyünk ugyanolyan hajlíthatatlanok, legyünk ugyanolyan erősek, és ugyanolyan kitartóak a céljainkban, és hogy külső hatás ellenére is álljon ki mindig a magyar nemzet szabadsága és a magyar nemzet függetlensége mellett.
Amikor Vincenti Józsefet megkérdezték, hogy nem bánta-e meg, amit tett az életében, akkor ő a következő gondolatokat mondta. Ahogy az életemet elkezdtem, hogyha még egyszer újra elkezdhetném, most is így kezdeném. És hogyha félnyílne arra, hogy ennek mi lesz majd a következménye, akkor is azt tenném, amit tettem. Dicsőség a forradalom hőseinek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you.